csak a 99 vagyok, és legyőztem ezt az orkot. Igen, ez a Hex Slash Mine, és folytatom azt a tervet, hogy megpróbálok egy picit izgalmasabb sorozatot létrehozni, és kalandozni, mivel elvileg ez a lényege ennek a modpacknek. És akkor szerintem én itt erre elúszok a tengerben. Közben nézem a jobb felső sarokban a térképet, hogy vajon merre megyek igazából. Lehet, hogy jobb lenne egy hajó mondjuk. Ez egész jó ötlet, úgyhogy lehet, hogy inkább kiszállok a partra, és egy hajóval próbálok meg tovább kalandozni. Mindjárt kérek a partra. Egyébként a térképen most éppen semmi izgalmasat nem látok. Ó, ott van egy pár szörny, azokat szerintem oda megyek és legyőzöm. Mivel is kéne harcolnom? Melyik a legjobb fegyverem? Ez a cucc itt, ez vajon? Ez aztán egész jó. Hú, ork. Már megint. Meg disznó. Az mondjuk annyira nem érdekel, meg egy patkány. Á! Picit be van szarva az egér. Á, ü, ö, ö. Vagy meg patkány. Na. Én halsz meg. Mert még van HP-d. Úgy. Felszedem gyorsan az XP-t, és már is jövök már ezzel az orkkal harcolni. Na. Bam. 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 Közben lemegy a nap, úgyhogy valamit, nem is tudom, mit csináljak éjszaka, hogy lefeküdjek aludni, csak az baj, nem tudok, már nincsen ágyam. Vagy pedig inkább kalandozzak tovább. Szerintem az az, hogy tovább kalandozok. Amúgy, ó, ott van valami. Az mi? Ja, csak sima havas terület. Amúgy, semmi különleges, sajnos. Na jó, ez a hó nem tetszik, inkább megyek a sivatagba. Elég undorító ez a foszínű ég amúgy. A havas területeknél. Jaj, pókok. Lehet, hogy egy picit trükközök, és éjszakára... Ó, itt egy raptor. És éjszakára esetleg leveszem a nehézséget. Options? Easy-n van. Hát annál lentebb nem lehet, úgyhogy inkább easy-n maradok. Csak ha majd, ha meghalnék, akkor... Hoppala. Ezek varázslók. Oké? Okay. Oké, okay. Peaceful lesz. Peaceful, mert túl szeretném élni az éjszakát, mert nagyon nem szeretnék visszakerülni oda, ahonnan indultam. Úgyhogy az éjszakai utazásunk az peacefulon fog maradni. Így. Az egy fa. Lehetne inkább valami érdekes, mondjuk egy torony, vagy egy, nem tudom, mi van még. Aha. Szerintem átszelem ezt a tengert. Gyújtok egy kis tüzet, hogy lássak. Átszelem ezt a tengert, mégpedig egy hajóval. Itt egy crafting table, közben meggyulladt az a fa, de igazából leszarom. Hogy is kell hajót craftolni? Így talán. Igen, eltaláltam szerencsére. Szerintem mindenki a crafting table-t. És akkor... Na. El nem akarom mozogni ez a hajó. Aha, így jó lesz. És akkor hajókázunk. Ezt nem tudom, miért fütyültem most. Remélem nem túl hosszú ez a tenger, és hamarosan partot élek. Az mondjuk jó lenne. És akár valami izgalom is jöhetne. Jó, ott egy picike sziget. Ezt most hagyjuk. Ó, nem túl jó hír, hogy az egész térkép itt a jobb felső sarokban, mint ahogy láthatjátok. Totál kék. Na mindegy, akkor megyek előre. Tön-tön-tön-tön. És még mindig megyek előre. És ott van valami. Abba az irányba van valami. Ó, meg ebbe az irányba is. Ú, lehet, hogy partot érek. Aha.
Igen, ez eléggé úgy néz ki, hogy ez nem csak egy sziget, hanem ez egy egész nagy. Hát ez itt éppen egy kis sziget, viszont arra szárazföld lesz. Haha. Szóval végül is, hoppá, széttört a hajó, mert ütköztem. Minden esetre akkor ez itt egy ekkora sziget, amin malacok és csirkék élnek. Hoppá. Akkor ez mégse szárazföld, ha jól látom. Úgyhogy kraftoltak újra egy, mi az, egy crafting table-t és egy hajót. Na, akkor így egy crafting table. Eldugom most a csákányt, mert megtehetem. Így, és itt egy hajó. Ott látok valamit. Megnézzük, hogy az vajon száraz földe, vagy az is csak egy sziget. Mondjuk minden egy nagy sziget, még a kontinensek is. Igen, ez egy kis sziget. De viszont aranyoska. Bárányok! Király! Az viszont kell nekem, hogy kiugrok. Hoppá! Nem olyan kicsi szigetecske, úgy látom, hogy ez szárazföld lesz. És itt van ilyen, nem is tudom, vöröses tájegység. Egy gyapjú, ugye három kell. Két gyapjú. Elég erős ez a gyémánt balta. Úgyhogy lehet, hogy ezzel fogok harcolni. Ha... Hoppá! Ott egy torony! Na, ez lesz az életcélom, hogy én azt fölfedezzem. Ármint a Hexes Mind sorozatban az életcélom, nem, hogy azt gondoljátok, hogy én arról álmodozom, hogy egy videójátékban egy valamit megcsináljak. Ott közben csirkék. Várjunk, ez a torony arról híres, hogy terem a szörnyekkel. De mivel én peaceful-ba vagyok, nincs tele szörnyekkel. Ebből arra következtetek, hogy könnyen be tudok jutni. Haha, szerintem be is megyek. Ezekkel úgy van, hogy nem tudom szétütni, ugye? Nem, mert ezek ilyen trükkös kövek. Várunk egy pillanatra, szerintem bekapcsolom a nehezebb módot, hogy megnézzem, hogy hány szörny spawnolna bele. Easy. Nincs benne szörny? Ó, ott egy zombi spawner. Úgyhogy nem olyan jó az, van nem fákja. Ó, igen, itt vannak a fákják. Hogyha kifákjázom a spawnert, akkor nem spawnolnak a dolgok, ugye? Remélem, jól tudom. Szerintem biztonság kedvéért itt alszok egyet inkább. Igen, az lesz szerintem a legjobb. Ismét craftolok egy crafting table-t. És na. Ide ragad ez az egér. Ezt ki is dobom. És a fák helyére ide berakom. Aztán szépen lerakom ezt a crafting table-t. És craftolok egy ágyat. És akkor már nyugodtan meg is halhatok, mert itt fogok újra spawnolni. Boldog vagyok. Király. Oké. Ezt lerakom. És alszok. Azt hiszem ebben az egész sorozatban ez az első alvás. Huhú! Jó, aludtam. És most megpróbálok betörni abba a toronyba. Itt egy bárány, ott egy zombi, level 1, egy zombi. Mindenki takarodjon. Bom. Csak úgy hullanak előttem a zombik. Hoppá, level 4, egy zombi. Spawner mellé, úgy, ne spawnoljatok. Várjuk, ezt a gyémánt baltát teszem a kezembe, és azzal legyőzöm mindet. Legyőzöm mindet. Ohaha. Így már nem fogsz spawnolni szerintem. Vagy de? Majd meglátjuk. Ó, a nagák még spawnolnak, meg a zombik is. Na jó, egyszerűbb lesz szerintem, már ha megúszom,
hogy kinyírom, kiütöm, hoppá. Ez egy erősebb zombiszerű cucc, Gloomhound. Akkor kiütöm, ki akarom ütni. Oké. Ezt is kiütöttem. Király. Hogy is kell fölmenni? Hogy itt vannak létrák, vagy voltak létrák, vagy mi történt itt? Várjunk, kezembe veszek valami sódert mondjuk. Ezt ki is dobom. És azon fölmászok. Nem biztos, hogy jó ötlet ide följönni. Hoppá. Várjunk, enni tudok? Nem. Meg fogok halni. Ójaj. Na jó, peaceful. Gyába leszek és átraszom. Átrakom peacefulba. De troll vagyok. Így. És megyek föntebb. Ez itt nehéz lenne túlélni, hogyha nem lennék olyan gonosz, és raktam volna peacefulba. Megyek még föntebb. Megnézzük, hát ha lesz valami értékes a torony tetején. Amúgy már felszerelkezem, hoppá! Felszerelkezem, mit tudom én, gyémán cuccokból, vagy ilyesmi. És akkor majd rendesen küzdök is a szörnyekkel. És egyenlően csak felszálladok a torony tetejére. Itt a piros szőnyeg vezet ezhez a ládához, amiben nem túl jó cuccok vannak. Ezt mondjuk belerakom, ezt kiveszem, berakok helyette egy bőrt, szerintem föl is veszem ezt itt. Yeah, király! Hús se kell. Ezzel ütni kell. És itt vagyok a tetején a toronynak. Nincs itt már semmi érdekes. Legyek olyan csóró és elvigyem a gyapjút. Szerintem vagyok olyan csórója. Haha, trükkös vagyok. Elviszem a szép piros gyapjújukat. Viszont most, hogy már feljutottam a torony tetejére, egyébként nem is akarok több gyapjút. Inkább szerintem lefele megpróbálok megküzdeni a szörnyekkel. Mert az izgalmas. Négy gyémánt van, úgyhogy inkább miből is lehet? Mi az? Vasból. Van nagyon vas. Hol van? Ott van 35 vas, csinálok magamnak vas felszerelést, és azzal fogok lent küzdeni. És azt hiszem olyan 5 percen belül a harmadik crafting table-emet is megcsináltam. Aha. Hol van a vas? Hol van a vas? Mindjárt meglátom. Nem mondjátok, hogy hol van. Lájunk. Nem igaz, hogy nem látom. Hol a rohadt vas? Hát ott van, látom, hogy nincs kiégetve. Meg így meg. Ott volt, nem? Nem volt. Akkor berakom így a kezembe. És akkor biztos megtalálom. Itt van. Várjunk, akkor kell egy sapka. Mondjuk kidobom az ajtót. Kell egy nadrág. Én nem így kell nadrágot. Hogy kell nadrágot? Ez egy csapka. Jaj, tudom. Azt hiszem így. Aha, megvan. Akkor kidobom ezt az íjat. Mi kell még? Melvért, vagy hogy hívják azt? Speciális megnevezéssel. Így. Ezt. Így. És akkor azt hiszem minden megvan.
ezt így felveszem. Hol van? Nadrág. És mi van még? Cipő. Nem csináltam cipőt. Nem is csináltam cipőt. Gyorsan pótlom. Így. És haha, teljes vasöltözetben vagyok, illetve nem teljes. De valószínű ez jobb, mert ez ilyen erőt is ad, meg ez kettő védekezést ad. Ez meg mennyit? Szemírja ki? Nem, szemírja ki. Akkor ennyi. Egyébként azt mondtam észre, hogy lejárt a 15 perces műsoridő, úgyhogy valószínűleg csak a következő részben lesz a nagy küzdelem. Ennyi lett van ez a rész, mit is csináltam, fölfedeztem ezt a tornyot, picit kalandoztam. Remélem tetszett, ha tetszett, like, subscribe, és esetleg osszátok meg a barátaitokkal, mondjuk Facebookon. Sziasztok!